Üdvözlöm az M4 televízió nézőit. A televízióban időről időre szeretünk hírt adni azokról az emberekről, akik vidékünkről, Zemplénből, Sátoraljamújhelyről származnak, de ettől tovább léptek, és nem csak országhatáron belül, de azon kívül is öregvítik a város hírnevét, és hogyha alkalmuk van rá, akkor mesélnek Sátoraljamújhelyről. Hát Pásztor Szabolcsnak ezt egészen Afrikáig, sőt Oroszországig sikerül megtenni, hiszen az ottani egyetemeken is tanít közgazdaságtan, és Magyarországon is. Üdvözöllek, tegeződni fogunk, mert itt a stúdió előtt mi már összetegeződtünk, és talán így könnyebb a beszélgetés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is oktatsz, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktatsz, és én az interneten látom a tudományos munkáid mellett azokat az Afrikáról és Oroszországról szóló beszámolóidat, amelyek nagyon érdekesen mutatják be számunkra ezeket az országokat, és azt hiszem, hogy nem csak Sátoraljamújhely, de még egy budapesti ember számára is Afrika egy nagyon távoli vidék, és hát nem is tudom, mi juthat eszünkbe elsőre egy afrikai vadászat, de az talán kevésbé, hogy milyen fejlődés megy végbe ebbe az országba. Hogyan jutottál ki te Afrikába, és gondoltad-e bármikor, amikor itt a keriben, a padban ültél, hogy bármikor is te afrikai egyetemistáknak fogsz oktatni? Hát az az igazság, hogy tényleg a keriből indult a történet. Nagyon korán elkezdtünk közgazdaságtant tanulni, és emellett még idegen nyelveket is. És valahogy úgy adódott, hogy én már nagyon fiatalon szerettem így előadást tartani, olvasni azért, hogy abból egy-két dolgot így másoknak elmondhassak, előadhassak. És így én már korán eldöntöttem, hogy szeretnék oktatni, tanítani. Azt még nem tudtam, hogy hol vagy milyen formában. És amikor erre lehetőségem adódott először a Nyíregyházi Főiskolán, akkor valahogy nagyon hamar jött az, hogy idegen nyelven szeretnék oktatni angolul. Erre volt is lehetőségem, ott az Erasmusos hallgatók oktatásába kapcsolódtam be. És hát nyilván emellett doktori fokozatot szereztem a Debreceni Egyetemen, megtelt a fejem úgymond elmélettel, modellekkel, és én mindig is vágytam arra, hogy ne csak olvassak, halljak egy országról, egy fejlődő országról, latin-amerikai, afrikai vagy ázsiai országról, hanem hogy elmehessek oda, és hogy láthassam, hogy ténylegesen azok a modellek, azok a leírások, azok mennyire felelnek meg a valóságnak. És aztán így évekkel később, budapesti egyetemek révén eljuthattam a fejlődő és a feltörekvő országokba. Tanítottam már például Ázsiában, Kínában, Afrikában több helyen, ahogyan említetted, és hát rendszeresen járok Oroszországba is. Ezek mindig nagyon érdekes és nagyon jó tapasztalatok. És hát így tulajdonképpen ezen szakmai feladatok révén jobban megismerhettem Európát, azon belül Magyarországot és Sátoraljamújhelyet is. Nagyon érdekes egyébként az, amit néhány éve olvastam. Volt egy olyan magyar zeneszerző, aki egyszer azt mondta, hogy igazából aki Párizsból utazik Moszkvába és megáll Budapesten, az úgy érezheti, hogy már Moszkvában van. És aki Moszkvából utazik Párizsba és megáll Budapesten, az már úgy érezheti, hogy Párizsban van. Tehát Kelet-Közép-Európa és azon belül mondjuk Budapest valahol a két világ között helyezkedik el. És hát tényleg akkor érthetjük meg legjobban azt a térséget, ahol felnőttünk, hogyha azon kívül élünk egy kicsit, vagy azon kívülre tekintünk. Ezek az oktatási tapasztalatok egyébként mindig nagyon jók, én is mindig tanulok valamit. Mindenütt mások a hallgatók, természetesen vannak azonosságok is, meghatározó jellegadó sajátosságok is, és mindig örömmel szoktam menni ezekbe az országokba. És az motivált elsősorban, hogy ezek a modellek már itt kipróbáltak, és hogy hogyan működnek egy olyan területen, ahol még szükség van ezekre a modellekre? Tehát, hogy itt mondjuk Európán belül mindig túlhaladunk valamit, ott pedig már a mi kipróbált modelleinket megláthatjuk, hogy hogyan lehetne ezt még jobban a nulláról indítani? Valahol ez is van? Nagyon érdekes az, hogy a mi modelleink azok ott nem feltétlenül működnek. Vagy a mi gondolkodásmódunk sem működik úgy, ahogyan azt mi gondolnánk, hogy ott működhet. Máshonnan indulnak alapvetően a gazdaságok, a társadalmak, mások az építőkockák. És ugye azt a legérdekesebb talán meglátni,
hogy ott más modellekre, vagy más megközelítésekre van szükség. Más jelent a gazdaság bővülése, vagy a növekedése Oroszországban, más például Kenyában, vagy egyébként a Dél-Afrikai Köztársaságban. És sokszor, sokan akkor vétenek hibát, amikor a nyugati világban bevált modelleket próbálják ezeknek az afrikai országoknak ajánlani. És hát nekem is oda kell figyelnem az oktatásom esetében arra, hogy amellett, hogy bemutatom az elméleti keretet, figyelembe veszem az ottani helyi sajátosságokat is, illetve a helyi értelmezéseket is. Afrika kapcsán itt sietve elmondok egy érdekes dolgot, hogyha valaki az interneten egy kicsit kutakodik és kigyűjti a leggyorsabban fejlődő országokat, akkor azt látja majd, hogy az első 15-ben kizárólag csak afrikai, illetve ázsiai országok vannak. Azt látjuk, hogy néhány ország esetében, például Elefántcsontpart, Tanzánia vagy Etiópia, minden évben 10%-kal bővül a GDP. Hogyha valaki ezekbe az országokba ellátogat, akkor rögtön láthatja, hogy ez nem feltétlenül fejlődés, inkább csak mennyiségi növekedés. Többet gyártanak, többet termelnek, próbálnak többet eladni, de látványosan egyik évről a másik évre, vagy akár mondjuk 10 év alatt nem alakul át gyökeresen a gazdaság. Tehát olyan termékeket értékesítenek, ahol a hozzáadott érték továbbra is alacsony, és nem magas hozzáadott értékű termékekről van tulajdonképpen szó. És maguk az egyetemisták, tehát hogy milyen rétegből, vagy hogyan lehet Afrikában egyetemig eljutni? Mert hogy nekünk az a képünk Afrikáról, hogy valahol egy teljesen csupasz termekben járnak általános iskába, középiskolába a gyerekek, és úgy tudom, hogy ott is tapasztaltál tanítani. Tehát, hogy akár órákat kell utazni azért, hogy valaki eljusson az iskolába. Tehát ebből a hátrányból indulva gondolom az egyetemisták már viszonylag válogatott, és valóban tanulni vágyó fiatalok. Ez teljes egészében így van. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Afrikában általános iskolában, középiskolában is egyetemen tanítottam. Általános iskolában, illetve középiskolában csak egy-egy órát egyébként, de ez jó volt arra, hogy láthassam, hogy hogyan működik ott egyébként az oktatás. A következőt tudom mondani. Nagyon sok adományt kapnak, könyveket például, oktatás segítő eszközöket. És aki tanulni tud, és aki tanulni szeretne, az ezt megteheti. Például 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy olyan tapasztalatom egy egyszerű kis általános iskolába, amit úgy kell elképzelni, mint amit a dokumentumfilmekben látunk, hogy félsötét, folytogató füst, nagyon régi kis fatábla, ahol egy oktató egy törött kréta darabban magyaráz, és a hallgatók meg egyszerű, vagy a diákok egyszerű ilyen fa székeken ülnek. Ilyen iskolában láttam azt, hogy azok a tesztek, amelyeket a gyermekek megírnak, azok megállnák a helyüket egy nyugat-európai általános iskolába is, és természetesen az oktatás nyelve az angol volt, hiszen például Kenya volt brit gyarmat, 1963-ban lett független. Tehát ugye vannak jó lehetőségek. De éppen ugyanebben az iskolában volt olyan eset is, hogy a gyermek azért jár iskolába, hogy egy napi meleg ételt kapjon. És egyébként, tehát, hogy más foganatja az oktatásnak nincsen. Azt szokták mondani, hogy a magyar nyelv kifejező, bizonyos tekintetekben az angol az kifejezőbb, mert például az angolban van egy olyan szó, hogy education, és van egy olyan is, hogy schooling, a kettő az nem ugyanaz. Az első arra utal, hogy valaki iskolába jár és ott tanul is, a második pedig arra, hogy valaki iskolába jár, de egyébként érdemben ott nem vesz részt a munkában, nem feltétlenül tud tanulni. Na most, akinek megvan a lehetősége arra, hogy tanuljon, természetesen egyetemre is juthat, jó és komoly ösztöndíjak vannak, külföldi országok is adnak ösztöndíjakat, például a kínaiak ebből a szempontból nagyon aktívak. Kenyában legtöbbször a Kenyatta Egyetemen voltam tanítani, és közvetlenül a bejárat mellett van egy Konfucius intézet, ahol ingyenes nyelvi képzések vannak, ingyenes ösztöndíjakat kínálnak arra, hogy a hallgatók Kínában tanulhassanak mesterképzésen vagy doktori képzésen. Laptopokat is kínálnak a hallgatóknak, és a hallgatók ezekkel a lehetőségekkel sokszor élnek. Szóval megvan az a réteg, ahol rendelkezésre áll az oktatásnak a lehetősége, és akik tudnak tanulni. Viszont a tapasztalataim alapján az is igaz, hogy fontosak a kapcsolatok,
és egy meghatározott szint után már szükség van arra, hogy az egyetemistának legyen ilyen, vagy a családnak ilyen-olyan kapcsolata, ahhoz, hogy például komolyabb pozíciót tölthessen be a gazdaságban. Ezentúl még azt tudom mondani, hogy az afrikai tapasztalatok alapján a tudást és az oktatást nagyra értékelik. Például Ugandában, Kenyában, illetve Tanzániában láttam azt, hogy iskolák falán, iskola épületeken sokszor vannak olyan angol nyelvű rövid kiírások, hogy a tudás érték, a tudás hatalom, tanulni fontos dolog, tehát nagyra értékelik a tudást. Sok esetben viszont ezt nem feltétlenül lehet mindig hasznosítani, vagy nem feltétlenül tudják mindig hasznosítani. És az állam maga, tehát hogy ezek állami egyetemek, vagy fizetős egyetemek, tehát hogy mennyire erős ott a szociális háló, ebből a szempontból az oktatás szempontjára értem csak. Több állami egyetem van, de természetesen vannak fizetős egyetemek is. És egy dolog engem is meglepett néhány évvel ezelőtt, a fizetős középiskolák, meg a fizetős egyetemek a jó minőségű angol nyelvű képzésért nyugat-európai szintű tandíjat kérnek, tehát gyakran megesik az, hogy egy fél év 8000 amerikai dollárba vagy 10000 amerikai dollárba kerül. Kevesen engedhetik ezt meg maguknak, viszont megvan az a réteg, aki ezt megengedheti természetesen. És dr. Pásztor Szabolcs, amikor nem a katedrán van, akkor mit figyel meg Afrikában? Mennyire tud az egyetemen túl odafigyelni arra, hogy melyek azok a folyamatok, amelyeket most Európát is nagyon érdeklik, hogy mi történik Afrikában, úgy, hogy ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy hatalmas ország, és háromszor akkora a népesség, mint Európa. Tehát azért nehéz exakt és egyforma következtetéseket levonni. De mégis azért lehet egy-két ország példa általad. Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen. Az az igazság, hogy én fiatal koromtól nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ne csak könyveket olvassak, hanem hát lépjek ki az egyetemi katedra mögül. És ilyenkor, amikor én például külföldre megyek oktatni, legyen az mondjuk Oroszország, vagy Kína, vagy egyébként Afrika, akkor igenis szoktam olyanokkal is találkozni, akik nem kötődnek egyetemekhez. Vállalati vezetőkkel például, kutatóintézetekben dolgozókkal, vagy egyébként egy egyszerű emberrel is én nagyon szívesen beszélgetek, mert mindenkitől lehet valamit tanulni, és testközelből lehet látni azokat a folyamatokat, amelyeket sokszor, tehát újságírók tollából olvashatunk, hallhatunk, láthatunk. Ezek a beszélgetések mindig nagyon érdekesek, és mindig ugye összerakhatja az egyén azt a képet, amit tényleg igazából érdemes látni az adott ország kapcsán. Tényleg, tehát az óráim után én mindig felszoktam keresni például Afrikában a nagykövetségieket, mindig ellátogatok a magyar nagykövetségre egyébként, számos találkozón van üzletemberekkel, szakértőkkel, vagy egyébként tehát egyszerű emberekkel is, és ők valamennyien elmondják azt, amit tudni kell az országról, az adott évben, az adott időszakban, az ottani gazdasági, társadalmi átalakulásról, változásról, és én mindazt, amit kvázi az egyetemi munkatársaimtól hallok, összehasonlíthatom azzal, amit az egyetemen kívüliektől hallok. Egyébként Afrikában, tehát amit említettél, hogy ugye van egy nagy fejlődés, de mi az, amit ők várnak, vagy szeretnének most a közeljövőben? Itt ugye beszéltünk arról is, hogy miért szeretnék másolni Európát, vagy miben? Afrika kapcsán azt kell tudni, hogy 2100-ra körülbelül 4 milliárd lesz a kontinensnek a népessége. És hát ugye a demográfiai átalakulás mellett jelentős gazdasági átalakulás is van a kontinensen. Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy például jó néhány olyan ország van, ahol a GDP növekedése 10%-ot ér el, folyamatosan és rendszeresen, és hát ők nagyon kíváncsiak a gyakorlati tapasztalatokra, arra, hogy hogyan tudják legjobban kihasználni ezt a fajta átalakulást. Kenyában, illetve Etiópiában tőlem, például az ott tartózkodásom alatt mindig egy ilyen regionális integráció gazdaságtana című tantárgyat kérnek, amelyen belül nem is az elméletre kíváncsiak, hanem arra, hogy Magyarország, illetve a környező országok hogyan profitáltak az európai integrációs csatlakozásból, az európai integrációhoz való csatlakozásból. Ezt azért teszik, mert Afrikában is napirenden van most egy hatalmas szabadkereskedelmi övezetnek a létrehozása,
amelyben 54 ország venne részt, lebontanák az országok egymás között a vámjaikat, egymással szabadon kereskednének, és már meg annyi számítás és meg annyi ökonometriai elemzés van arra vonatkozóan, hogy ez mennyire lenne jó az egyénnek, illetve az afrikai országoknak. És hát tényleg gyakorlati tapasztalatok hiány vannak, és a gyakorlati tudás iránt érdeklődnek. Egy személyes dolgot hagyd mondjak még el, körülbelül 2 évvel ezelőtt történt, hogy jó előre leleveleztük az órákat az etióp kintartózkodásom, egyetemi oktatásom kapcsán. Mikor megérkeztem Addis Abebába, a professzor úr bemutatott a hallgatóknak, kiment a teremből, és az egyik hallgató sietve jelentkezett, és azt mondta, hogy ők nagyon hálásak, hogy ezekről a kérdésekről fogunk beszélni, de hogy őket érdekelné az, hogy én mit gondolok például az etióp gazdaság átalakulásáról, fejlődéséről, és hogy először erről beszéljünk már, és hogyha marad idő, akkor majd a kijelölt témákról is. És hát én természetesen akkor először megosztottam velük mindazt, amit érdemes tudni a gazdaság átalakulásáról, arról, hogy ez mennyiben hasonlítható össze például más országok átalakulásával, és aztán pedig a korábban megbeszélt témák következtek. Akkor ez nekem azt sejteti, hogy az, hogy afrikai oktatás egy dolog, az, hogy magyarországi oktatás egy másik, de itt folyamatosan oktatóként figyelni kell akár azokat a tanulmányokat, amelyek készülnek ezekről az országokról, hogy kvázi ott is kész legyen az ember a diákok előtt, hogy mi is történik az ő országukban. Mennyire érdekli őket úgy a világ, hogy nem csak a saját közegük, de hogy Európa. Tehát nyilván egy egyetemista Afrikában is egy nyitott ember, hiszen diplomás vagy diplomára készült, tehát nem egy átlag ebből a szempontból, de hogy ők mennyire nyitottak, hogy akár ide jönni tanulni. Nagyon-nagyon nyitottak. Amikor befejezem az előadásomat, általában még mindig még körülbelül 40-45 percig kérdezgetnek különböző kérdéseket. Az is elhangzik, hogy hogyan tudnak Magyarországra jönni tanulni, és én ugye ajánlom, vagy mondom nekik a Stipendium Hungaricum programot. Általában e-mail címet is szoktunk cserélni, viszont így sok éves tapasztalatom az, hogy ténylegesen utána senki nem ír. Tehát addig nem jutnak el, hogy pályázzanak, kérdezzenek, a segítségemet kérjék. Tehát tetszik nekik az ötlet kimondottan, viszont tehát sokan tényleg nem jutnak el odáig, hogy pályázati anyagot nyújtsanak be. Európa érdekli őket, az európai integráció, a gazdasági átalakulás, az, hogy hogyan élnek itt az emberek. Még egy érdekes dolgot mondok, én soha nem felejtettem el, hogy sátoraljói vagyok, ezért bárhol, ahol jártam, mindig egy-két diát szánok a városomnak, egy-két képet mutatok, vagy egy térkép szeletet, hogy hol helyezkedik el. Nagyon érdekli őket a trianoni határvonás, az, hogy milyen egy ilyen határmenti városnak az élete a harmadik évezred elején. A gyakorlati tudás, a gyakorlati tapasztalat érdekli őket különösen. És hát tényleg érintőlegesen, de nyilván Afrikáig is eljutnak a hírek, hiszen majdnem mindenhol, ahol ebben a bizonyos blogban is van, internet van. De ők hogyan látják a migráns helyzetet, ami Európán belül kialakult, vagy az európai politikusoknak az ehhez való hozzáállását? Erre sietve azt tudom mondani, hogy Afrikán belül is nagyon sok migráns van. Kenyában is, Ugandában is, Tanzániában is, a Dél-afrikai köztársaságban is, ők nyilván belső migránsok. Őket első körben ez érdekli, illetve az, hogy hogyan tudják a helyi gazdaságok ezeket a bevándorlókat, migránsokat felszívni, menekülteket felszívni, és hogy hogyan tudja tényleg a helyi gazdaság őket valahogy, megint csak azt mondhatom, hogy felszívni. De ők várják a segítséget ebben Európától? Vagy kapják? Ebben az ottani migrációban nem, ők próbálnak meg egyébként európai mintamódszerek alapján saját megoldásokat találni. Tehát ebben ez az álláspontjuk, és engem is például mindig kérdeznek annak kapcsán, vagy a kapcsán, hogy Európán belül kvázi milyen migrációs útvonalak vannak, hogy ugye létezik ez a kelet-nyugat, dél, illetve észak migrációs útvonal, hogy ez hogyan működik, hogy nem, vannak-e munkanélküliségbeli különbségek, tehát ez érdekli őket.
És tényleg még egyszer mondom, az Afrikán belüli migráció az egy rendkívül fontos és egy rendkívül releváns kérdés. A másik dolog pedig ugye arra vonatkozik, hogy igazából Afrika mennyire kibocsájtó, és hogy milyen útvonalakon és hová érkeznek. Ezzel kapcsolatban pedig így igazából azt tudom mondani, hogy például hozzám soha nem fordultak olyan kérdéssel, hogy hogy tudnának Európába eljutni, és hogy én milyen segítséget tudnék ebben nyújtani. Az akadémiai szinten, illetve a nem akadémiai szinten általában arról szokott szó lenni, hogy igen, sokan útnak indulnak, sokan vannak olyanok, akik a már kint dolgozókhoz szeretnének kivándorolni, család újraegyesülésről van alapvetően szó. És hát a kérdések zöme az leginkább ahhoz kapcsolódik, hogy azok, akik útnak indulnak, azok ott tudnak-e dolgozni például, vagy akarnak-e dolgozni. És hát azért azt el kell mondanom, hogy az ottani tapasztalataim alapján hát viszonylag kevés olyan emberrel találkoztam, aki azt tervezte, hogy útnak induljon, vagy egyébként van egy olyan családtagja, aki már kint dolgozik. Nyilván számos ilyen van, meg számos ilyen lehet még, de én kvázi az egyetemi körben, abban a körben, a vállalati körben, szakértői körben kevés ilyennel találkoztam. Sőt, inkább valami mást emelhetek ki. Az afrikai egyetemeken a munkatársaim döntő többségben nyugat-európai egyetemeken szereztek mesterképzéses fokozatot, nyugat-európai vagy amerikai egyetemeken végeztek doktori képzést, és utána hazajöttek így tanítani. És hát most nagy bajban lennék, hogyha nekem azt kellene mondanom, hogy ki nem mondjuk amerikai vagy nyugat-európai diplomával tanít. Talán nem is tudnék most ilyet mondani. Tehát nekik sokkal fontosabb a hazaföld, vagy a család, és náluk nem. Pont ez lett volna a másik kérdésem, hogy Oroszország, Afrika, soha nem gondoltad úgy, hogy valahol huzamosabb ideig élni? Az az igazság, hogy olyan sokszor és olyan sokat tudok ezekbe az országokba járni, hogy így egyelőre nem merült még fel ez a kérdés. Oroszországban is, illetve Afrikában is többször voltam már, mindig más tapasztalattal térek haza, és így azt tudom mondani, hogy én igyekszek a kintartózkodásom alatt a lehető legtöbb tapasztalatot begyűjteni, a lehető legtöbb emberrel beszélni, és én most egyelőre ezt elegendőnek érzem, aztán majd meglátjuk, hogy adódik még a jövőben. És visszafele, tehát, hogy a Magyarországi Egyetemeken ezeket a tapasztalatokat be lehet építeni, akár az oktatásba is? Van erre lehetőség az egyetemi tanrenden belül? Abszolút, és a hallgatók erre nagyon fogékonyak. Igazából, amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor én a Nyíregyházi Főiskolára jártam. Számunkra, vagy kvázi a mi korosztályunk számára az EU-s csatlakozás, vagy az euró lehetséges bevezetése egy hatalmas és egy nagyon komoly dolog volt. Egy mostani egyetemista az európai integrációba már beleszületett, ez már nem annyira új, nem annyira trendi, de az sem annyira trendi, hogy mondjuk valaki Nyugat-Európába utazik nyaralni. Ami igazából trendi, az az, hogyha valaki olyan országokba jár, ahova egyébként már mások nem. Ázsia, Latin-Amerika, vagy egyébként Afrika, Oroszország, szibíriai térsége. És ez nagyon érdekli a hallgatókat. Kimondottan érdekli a hallgatókat, és mindig nagyon-nagyon sok kérdést kapok, és így a visszajelzésekből egyértelműen lehet látni, hogy fogékonyabbak az Európán kívüli térségre a mai egyetemi hallgatók, mint az Európai Unióra, vagy az európai térségre. A magyarázat egészen egyszerű, könnyű már eljutni Nyugat-Európába, könnyű egyébként egyetemi ösztöndíjjal egy fél évet ott tölteni, de például nem annyira egyszerű, nem annyira könnyű a fák térségben, vagy afrikai, ázsiai térségben tanulni, dolgozni. Ez még így sokak számára így elérhetetlenebb, megfoghatatlanabb. És az a kihívás, hogy én európai közgazdászként segítsek egy fejlődő országot?
Tehát, hogy itt már ahonnan indultunk, tehát, hogy itt már megvannak a keretek, a jól kipróbált, kicsit unalmas, most úgy mondom. Tehát, hogy a kihívás abban lehet, hogy én egy olyan országot segítsek, ahol bár ugyan sok nehézség van, de mégis lehet, hogy az én modellem, vagy az én ötletem, az én közgazdasági tudásom segíthet. Igen, abszolút. Ez sokak fejében van, és az én fejemben is, hogy tényleg a megismerés számukra fontos, mármint a fejlődő országokban élők számára fontos, szeretnének meríteni az ötletekből, a tapasztalatukból, én pedig tulajdonképpen szívesen adom át a tapasztalatainkat, vagy a tapasztalatomat, és így ez egyenlőre egy ilyen win-win helyzetnek tűnik. Mindenki tanul valamit, mindenki tapasztal valamit, és hát így alapvetően hát ebből tényleg mindenki meríteni tud. Ha csak az elmúlt fél évedet nézzük, akkor hol jártál, mely országokban, és mi a következő cél, vagy mi a kihívás most még a te szakmai életedben? Hát akkor én azt mondom, hogy tekintsük át ezt az időhorizontot januártól. Márciusban, már most negyedjére voltam Etiópiában, egy néhány hetes oktatáson. Aztán Oroszország következett. Oroszországban egy viszonylag nagyobb körutazás volt, hogyha lehet ilyet mondani. Mert először Szentpétervárra kaptam meghívást a Ranepára, egy ottani állami egyetemre, aztán Moszkvába oktattam néhány hétig, és aztán volt egy különleges dolog, amely tényleg az oktatótársaimnak is új, hogy Irkutszkba, Szibériába látogattam el a Bajkál állami egyetemre, és ott töltöttem néhány napot, ahol számos előadást tartottam, és hát Szibéria is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, és az ottani hallgatók is nagyon érdekesek voltak. Sokak fejében egyébként Oroszország kapcsán valószínűleg még az él, hogy az oktatás nyelve az orosz, és hogy csak orosz hallgatók vannak. Nagyon érdekes azt látni, hogy nagyon sok nyugat-európai hallgató választ orosz egyetemet, és nagyon sok külföldi hallgatóik vannak, nagyon sok külföldi hallgatójuk van az ázsiai térségből is, Kínából, Indiából például. Nemzetközi képzések vannak, a képzések nyelve természetesen az angol, és gyakran előfordul az, hogy egy 20-30 fős évfolyam 5-6 féle nációból tevődik össze, és az is gyakran megesik, hogy az oroszok vannak kisebbségben. Ezek fizetős egyetemek? Vagy a külföldi hallgatóknak fizetősek, az orosz diákoknak pedig? Tehát, hogy nyilván lehet, hogy ez képzés színvonala ugyanolyan, hiszen európai oktatók vannak, de lehet, hogy olcsóbbak, mint egy hazai egyetem. Tehát ezzel is magyarázható ez? A külföldiek vagy fizetnek, vagy egyébként csereprogrammal vannak ott egy fél évet, két fél évet, vagy mondjuk teljes képzést töltenek ott. Az oroszok, az ottani hallgatók állami egyetemként vesznek részt a képzésben, vagyis államilag finanszírozottként vesznek részt a képzésben. Ők nem fizetnek, és egyelőre jól működik tulajdonképpen a rendszer, mert ugye Moszkvában egyre több külföldi van, vagy Oroszország nagyobb városaiban egyre több külföldi van, és egyébként az orosz hallgatók is szép számmal mennek külföldi egyetemekre tanulni, ilyen-olyan csereprogramok keretében. Ez volt tehát Oroszország, és utána? Oroszország után pedig most egy skóciai konferencia következett Afrika témában, Afrika gazdaság témájában, Edinburgh-ban egészen pontosan, és itt körülbelül 600 előadóból egyedüli magyarként vettem részt, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet képviseltem. És megszerette Pásztor Szabolcs Afrikát, tehát olyan szinten, hogy turistaként is visszalátogat? Vagy épp elég az a munkamennyiség, és amit ott lát, amikor kint élsz? Erre én őszintén akkor tudok válaszolni, hogyha azt mondom, hogy Los Angeles-től kezdve Sydney-én keresztül, Tokión át, sok helyen jártam már a nagyvilágban. És amikor először látogattam el Afrikába, akkor ott tehát olyan dinamizmust, meg olyan gazdasági átalakulást láttam, amit sehol máshol nem. Az ázsiai, illetve ezen belül a kínai átalakulás is nagyon érdekes volt, de Afrikában valahogy jóval nagyobb a dinamika. És így valahogy így rögtön adódott, hogy akkor én ezzel a kérdéssel foglalkozzak, azzal, hogy ezek az országok csak fejlődnek, vagy növekednek, vagy egyébként mindkettő, és így az is egyre inkább
érdekel az, hogy hosszabb időhorizonton milyen fejlődési pályát futhatnak be ezek az országok. És ez ugye azért is releváns kérdés a mai világgazdaságban, mert a medián életkor az afrikai kontinensen most 18 év. Ez azt jelenti, hogy az ott élők 50%-a 18 év alatti, a másik 50%-uk pedig 18 év feletti. Európában ugyanez a számadat pedig 42, és így még egyszer mondom, hogy 2100-ra körülbelül 4 milliárdnyian lesznek majd az afrikai kontinensen, és hát kell foglalkoznunk ezzel az átalakulással, azzal, hogy kvázi ők ott maradnak, vagy útnak indulnak, az afrikai kontinens felzárkózik, nem zárkózik, tehát ez egy nagyon releváns és fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy itt a beszélgetést csak abba tudjuk hagyni, de befejezni nem, és én nagyon remélem, hogy még lesz lehetőség itt az MTN televízióban még egy beszélgetésre, mert annyi-annyi kérdésünk van, amiről egyszerűen a televíziónézők és a mi nyelvünkön is nem tudományos fokozattal élve, de lehet beszélni pont ezek miatt, a kihívások miatt. Én köszönöm, hogy befáradtál, a fotókat is köszönjük, amit hoztál és színesítették a műsorunkat, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Nézzük az MTN televíziót, hiszen ilyen érdekességeket tudunk önöknek bemutatni, hogy mi történik Afrikában és mi történik a nagyvilágban egy zempléni sátoraljaújhelyi szemével. Viszontlátásra!